Rózsának van esélye, Rózsa nagyon beleerősít, Rózsa Norbert, Güttner Kassi kissé letakadt, Rózsa és Kornyejev nagy meccse ez most már, 25 méter van hátra, és Güttner is visszajött a második helyre, gyere Norbert, hát ha sikerül, Güttner óriási hajrába kezd, meg lehet verni még az utolsó 15-ön, Rózsa mintha előbb lenne, Rózsa van elől, és Güttner is nagyon jön, együtt a két magyar teljesen, már a harmadikon az orosz, kettős magyar győzelem! Első Rózsa, második Güttner! Ez az a bizonyos 20 évvel ezelőtti esemény, ami sok magyar és dombovári számára emlékezetes marad, és aminek apropóján Rózsa Norbert ismét hazalátogatott. A közönség megismerhette az atlantai olimpikon versenyszámának, a férfi 200 méteres mellúszás futamának minden mozzanatát. A sportoló szerint az itthon és a helyszínen neki szurkolók nélkül nehezebb lett volna győzni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy abszolút velünk van a lelki támogatás, a nemzeti támogatás, tehát ez nekünk nagyon sokat jelent. Ez mindig ott van velünk, és amikor külföldre megyünk, és képviseljük a hazánkat, akkor ez egy olyan plusz erőt tud adni minden sportolónak, minden versenyzőnek, ami szerintem abszolút megmutatkozik minden teljesítményben. Természetesen neki is vannak favoritjai, akik esélyesek lehetnek a riói olimpián, akik reményei szerint jó helyezésekkel térnek haza. Ezúttal azonban ő maga is Magyarországról buzdítja a kincs sportolókat, hangzott el a találkozón. Én azt gondolom alapvetően, hogy Rióban sikeresek leszünk, az úszás is, és összességében a magyar sport is. Vannak bőven esélyeseink, Csalaci, Hosszú Katinka, Gyurta Dani, úgyhogy szerintem elég jól állunk, és hát még van elég sok sportolónk, aki pontokat tud szerezni, érmeket tud szerezni. Bízom abban, hogy a fiatalabbak nagyon sokat fognak tapasztalni. Az olimpia hangulatából, az olimpia ugye ez semmi máshoz nem hasonlítható verseny, az egy sportoló életében a legmagasabb szintű megmérettetés. A riói nagy esemény kapcsán szóba került a 2024-es budapesti olimpia megrendezése is. Norbi úgy véli, teljes mellszélességgel támogatni kell ezt az elképzelést. Abban is nagyon bízom, hogy 2024-ben pedig akkor hát mi tudjuk rendezni. Én azt gondolom, hogy gazdaságilag, szakmailag, szervezés szempontjából készen áll az ország, és sporteredményeink által is szerintem hivatottak vagyunk erre. Én maximálisan mindig is támogattam, és támogatni is fogom ezt a pályázatot, mert szerintem nagyon fontos Magyarország számára. A legvégén nem távozott üres kézzel Norbi, hiszen ekkori nevelőedzője, Kecskés Andrea, a helytörténeti gyűjtemény és a Városszépítő Egyesület által felajánlott gyümölcstortát adta át a korábbi tanítványának.